Karácsony Gergely fejezze be a budapesti autósok üldözését, illetve hátrányos megkülönböztetését. Ezt a felhívást tette közzé a Mi Hazánk mozgalom, akinek elnöke helyettese Dúró Dóra. Itt van a stúdióban, Kezdicsók Kalmi. Jó reggelt kívánok! Mire gondolnak? Azok a forgalomkorlátozások, illetve a Nagykörúton, Üllői úton és egyéb főútvonalakon létesített kerékpársávok az egyértelműen az autósok elleni támadásként értelmezhetők, amelyeket a fővárosi vezetés létrehozott. Niedermüller Péter, DK-s polgármester nem is kertelt, amikor Kerekperec azt mondta, hogy valóban az a cél, hogy elűzzék az autósokat a belvárosból, azonban fel kell arra hívni a figyelmet, hogy a kerékpár nem egyenértékű alternatíva az autóval szemben, és a gépjárművezetőket nem elüldözni kell, nem a mindennapjaikat kell ellehetetleníteni, hanem olyan közlekedésfejlesztést kellene Budapesten végrehajtani, amely valóban eléri azokat a célokat, amelyeket a főváros is kitűz maga elé. Most ugye azt mondják, hogy sok az autó ezeken a területeken, és legalább a belvárosnak bizonyos részét szeretnék, hogyha kevesebb lenne a forgalom, és inkább gyalogos, kerékpáros, meg ligetes lenne ez a fővárosi rész. Szakmailag van erre esély egyébként, mert nyilván sokaknak ez tetszik. Kérdés, mi van azokkal, akik mondjuk családosok, és mondjuk egy hétvégi kirándulásról érkeznének haza, pakolnának, bepakolnának ki, meg hát ott laknak azon a területen. Például ez az, amiről beszéltem, hogyha az embernek családja van, vagy csomagja van, vagy nem szeretné kitenni magát az időjárás viszontagságainak, akkor a kerékpárt nem lehet az autó alternatívájának tekinteni. Ugyanakkor azt a Mi Hazánk mozgalom is támogatná természetesen, hogy csökkenjen a légszennyezettség, illetve hogy a kerékpárosok is kulturált körülmények között tudjanak közlekedni, akár Budapesten is. Ugyanakkor ezzel a megoldással azt látjuk, hogy nemhogy csökkentek volna, hanem növekedtek a dugók, mind területi, térbeli kiterjedését tekintve, mind pedig időben. Ami logikus is volt, hiszen ugyanazok az autó mennyiség egy sávban közlekedik, például a Nagykörúton, ami eddig két sávban tudott közlekedni, és számszerűsítve is kimutatható, hogy a kerékpársávok még mindig kihasználatlanok Budapesten. A Magyar Autóklub mutatta ki azt, hogy átlagosan óránként 125-en kerékpároznak a Nyugati pályaudvar és a Korvin negyed között, míg a gépjárműveknél ugyanez a szám 1700 körül mozog, tehát több mint 10-szer annyi autó közlekedik ezen a szakaszon, mégis mind a két fél egy-egy sávot használhat. Van-e önöknek erre valami javaslatuk? Azon kívül, hogy nyilván felhívják erre a figyelmet, meg talán aláírást is gyűjtenek, ugye ezt lehetett olvasni a hírekben, hogy egyáltalán felmérjék a hangulatot ezen a területen, ez a célja ennek, vagy mi? Az aláírásgyűjtést valóban Budapest forgalmasabb csomópontjain, illetve online is folytatjuk a honlapunkon, ami hazánk.hu honlapon megtalálható ez az űrlap. Szeretnénk felhívni a döntéshozóknak a figyelmét, Karácsony Gergelynek a figyelmét, hogy rossz úton jár, hiszen ezek a dugók, amelyek egyre nagyobbak így Budapesten, így nemhogy csökkentenék a légszennyezettséget, hanem még növelik is. Ráadásul ez a helyzet a kerékpárosoknak sem jó, hiszen egy végeláthatatlan kocsisor mellett biciklizni egy smogban nyilván erre senki sem vágyhat. A Mi Hazánk mozgalom szerint a megoldás az lenne, hogyha egyrészt fejlesztenék a tömegközlekedést, másrészt pedig az autósok számára P+R parkolókat, illetve parkolóházakat építenének, nem pedig büntetéssel vagy a mindennapjaik ellehetetlenítésével próbálkoznának. Már csak azért is igazságtalan mindez, mert arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az autósok hatalmas összegeket fizetnek be a központi költségvetésbe, a szervizdíjak adójával, az üzemanyag adójával, gépjármű adót fizetnek, biztosítást magával az autó vételárával is ugye autó adót fizetnek, tehát a lehetőségeiket nem igazságos szűkíteni, hanem épp hogy segíteni kellene az, hogy kulturáltan közlekedhessenek Budapesten. Érdekes például a járványhelyzetben a tömegközlekedés és az autó között, hogyha választási lehetőség van, akkor ki melyiket választja. Nyilván ez is egy új szempont lehet ebből a szempontból. Feltétlenül, hiszen nyilván minél kevesebbet érintkeznek az emberek egy járványhelyzetben, annál kisebb ennek a terjedésének a kockázata. Ezért is tettek közé felhívást, hogy aki tud, az autóval járjon. És a tömegközlekedés esetében, hogyha nagy a zsúfoltság, akkor sajnos nem tartható a másfél méter
fontos távolságtartás sem, tehát ebben a helyzetben különösen hasznos tud lenni egy gépjármű valóban. Van önöknek egy koncepciója, vagy készülnek egy ilyet kidolgozni tulajdonképpen a főváros közlekedésére nézve, mondjuk hosszabb távon? Természetesen fontos az, hogy alternatívát is jelenítsünk meg, és ezért is említettem a parkolóházak építését, a P+R parkolókat, hiszen Budapesten sajnos ebből nagyon nagy hiány van nemzetközi összehasonlításban is, hogyha más európai nagyvárosokhoz képest nézzük meg, akkor Budapest e tekintetben le van maradva. Felül kellene vizsgálni azt is, hogy ezek az útfelújítások, építő munkák miért húzódnak el ennyire Budapesten, és akár egy sávosan emelkedő ködbérrel meg lehetne akadályozni azt, hogy ezek az építő munkálatok ilyen hosszú ideig tartsanak. Ez is segíteni azt, hogy a közlekedés az gördülékenyebb legyen. A jelenlegi helyzettel sajnos a Budapest főútvonalainak, ahol létesítették ezeket a kerékpársávokat, a forgalom átteresztő képessége is rendkívüli mértékben csökkent, és nem beszélve azokról a helyekről, például az Üllői útról, ahol betontömbökkel választották el a kerékpárosokat, ott például a mentőknek a haladását is rendkívül megnehezítette ez a helyzet. Köszönöm szépen Dúró Dórát, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettesét hallották az elmúlt percekben.